Megkezdődött a Velencei tó vízpótlása. A Velencei tó vízszintje az elmúlt rendkívüli meleg és csapadékszegény időszak hatására 140 cm-re apadt, így 5 cm-re megközelítette a tárgyi időszaki minimális szabályozási szintet. Július 18-a van, 6 óra 58 perc, 2 perc múlva megnyílik a pátkai víztározó zsilipje, és ezzel pótolják a vészesen fogyó Velencei tó vízmennyiségét. A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság az érdekeltekkel előzetesen egyeztetve, halászati és horgászati hasznosítók, illetve az önkormányzatokkal. Nekem azt jelenti, hogy hát ugye meg kell nyitnom a zsilipet, és le kell engedni egy bizonyos köbméter vizet, amit előírnak, és hát ezt dokumentálnunk kell, folyamatosan ellenőrizni kell, és elég sok feladat van. 2011. június 18-án a pátkai tározó zsilipjének nyitásával megkezdte a Velencei tó vízpótlását. Egyeztettünk, hiszen a két tározónak horgász, illetve halászati hasznosítója van, tehát mind a Hofesszel, mind a MOSZ-szal egyeztettünk, illetve a pátkai önkormányzattal egyeztettünk már előzetesen, tehát a vízpótlás az érintettek bevonásával történt, illetve tájékoztattuk a kerékpár útat üzemeltető Székesfehérvári Városgondnokságot is. A vízpótlás várhatóan egy hónapig tart a Velencei tó aktuális vízállására, illetve a mindenkori vízminőségre való tekintettel. A vízeresztés időtartam alatt maximum 3,6 millió köbméter víz kerül bevezetésre a Velencei tóba. Figyelemmel természetesen a pátkai tározó vízszintjére is, amellyel várhatóan elkerülhető lesz, hogy a tó vízszintje az üdülősi szezon végéig lecsökkenjen az elvárt szint alá. A reggel 8-kor még csendes kis patak már az abolázatlanná válik, ezért kérjük, tartsák be a vízügyi igazgatóság azon figyelmeztetését, hogy a Kisfalud és Dinnyés közti kerékpárutat ne használják. A Fehérvár Televíziót Vaklár Lajos tudósította.